A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Estét kívánok! Ez a szezon utolsó kezdőköre, úgyhogy bele is csapunk a közepébe mai vendégeimmel, Somos Zoltánnal, Farkas Szilárddal és Horom Lászlóval. Köszönjük szépen megint, hogy itt vagy és szakítottál ránk időt. Kicsit az értékes. Nyáriasan. Hát de nyár van. Tehát, sunshine everywhere. Így vagyunk. White sand, palms. Tényleg vágjunk a közepébe. Ugye tegnap reggel voltunk a Zolival Vörösmarty rádióban, ahogy ugye hétfőn és péntekenként szoktunk, már amikor nem felejtjük el, még nem szoktunk vissza. Ugye ott azt ígértem, vagy azt ígértük, hogy kicsit bővebben beszélünk erről a kosárlabdáról, ugye a Falco elleni búcsú, és akár tényleg ott csomó mindent lehetne elemezni, de így első körben akkor bedobom a labdát, hogy ti hogy láttátok ezt a párharcot? Tényleg igaz-e az mondjuk, amit Zoli is írt a Facebookon, én egyet értek vele, teszem hozzá zárójelben, hogy egy picit az alapszakaszban jobban figyelünk, és máshol végzünk, akkor simán ez teljesen egyértelmű, hogy így amit láttunk akár a középszakaszban, de kifejezetten itt a rájátszásban, akkor ez egy Alba Falco döntő tudott volna lenni. Laci? Erre én is láttam esélyt, sőt én a Falcon is komoly esélyeket láttam. Az más kérdés, hogy ha meg is nyertük volna ezt a meccset, én nem gondolom, hogy mindent eldöntő vasárnapi mérkőzésen ott tudtunk volna nyerni. Bár kétszer el már legutóbb nyert az Alba, ugyanakkor a Falco edzője azt mondta a meccs után, sajtótájékoztatóan, hogy ők vannak joggal a döntőben, hiszen ők négyszer nyertek Fehérváron, tehát minden meccset megnyertek. Itt ez egy nagyon nagy kérdés valóban, de a játék alapján én úgy gondolom, ez a második legjobb magyar csapat. Tehát a Falco ellen a döntőben is óriási élmény lett volna, valóban közel kerültünk hozzá, de úgy gondolom, hogy ennyivel jobb volt a Falco, hogy végül is bement a fináléba. Hát a matek az simán kijön, bocsánat, hogy 4 győzelem oda, 0 ide, akkor nyilván nem fogunk tovább jutni. Én ugye azt mondtam, hogy nem sok esélyünk van. Hát azért volt esélyünk, nem voltak ezek olyan sima mérkőzések, mint ahogy a játékosok is, az edző is elmondta, hogy azért a csapat büszke lehet magára, a játékosok büszkék lehetnek magukra. Hát ezt a lécet kell most majd megugrani esetleg a következőkbe, hogy ne csak nehezítjük. Beszélünk a jövőről, hogy előre nézzünk, igen, egy picit. Előre nézzünk, viszont akkor annyit mondok, hogy szépen csillog a bronz is, ezt előlegezzük meg. Megelőlegezhetjük? Hát ez egy dolog, hogy szerintem meg nem tudjuk előlegezni, mert azért pálya lesz egy ellenfél, ráadásul azért Kecskemét, amely meg ugye elég rendesen megszorongatta a Körmendet, és hát nyilván hogy nagy kérdés lesz, de erről is beszélünk, hogy ki milyen állapotba vág neki a bronz csatának, de Zoli még kimaradt itt a sorból. Annyit, hogy persze nagyon jól hangzik, meg hát egy edző nyilván egy győztes meccs után már egyébként mondhat akármit, mert a győztesnek mindig igaza van. Persze négyszer győztek, abból azért volt olyan, amikor itt a középszakaszban egy légióssal állt ki az Alba, és így is az utolsó percekig teljesen egál meccs volt, úgyhogy azért nem kell mindent egy kabalap alá vagy komolyan venni, másrészt az Alba a szombathelyi meccseinek a felét ugyancsak megnyerte a szezonban, hiszen nyertünk ott az alapszakaszban, nyertünk most a rájátszásban is, tehát nem hiszem, hogy ebből kellene levezetni, ki hányszor hol nyert. Pont az bizonyosodott be ebben a párhazban, hogy ez a két csapat bármelyik pályán játszik, teljesen közel van egymáshoz. Nekem egy kicsit az egész szezon alapján kellemes meglepetés, amit a rájátszásban láttam az Albától, és azzal együtt, hogy való igaz, hogy ha mondjuk egyen vagyunk előrébb a középszakasz végén, akkor ez az elődöntő, ez csak a döntőbe jöhetett, ez a párosítás a döntőbe jöhetett volna létre, de ugyanakkor meg az alapszakaszban, amikor éppen a Pakstól meg a Kecskeméttől kikaptunk itthon, meg még 5 másik csapattól, akkor meg azt gondoltam volna, hogy nem is reális, hogy akár elődöntőt játszunk, és ilyen elődöntőt. Kicsit furcsa ez, mert azt mondják, hogy a rájátszások elő igen élesnek, meg jónak lenni, és végül is ilyen szempontból tök jól vizsgázott az Alba, mert a szezon legfontosabb periódusában játszott a legjobban. De hát az is bebizonyosodott, hogy nem elég csak a rájátszásban jónak lenni. Kellően komolyan kellett volna venni néhány meccset.
azért egy olyan Paks, amelyik gyakorlatilag tényleg így imádkozva maradt benne a szezon végén, itt leoktatott minket egy alapszakasz mérkőzésen, talán az egyetlen jó meccsük volt az egész szezonban nagyjából, és ha csak az az egy vagy még kettő máshogy sikerül, akkor nyilván azt mondhattuk volna, hogy az Albatök jogos döntős reményekkel várja ezt a rájátszást. Ugyanakkor meg ezek a meccsek, amiket játszottak a Falkóval, engem nagyon emlékeztettek drámaiságukban, meg egy kicsit sajnos a végkifejletben is a most már mondhatom így, hogy legendás 2011-es döntőre, ahol a Szolnokkal játszott az Alba öt olyan mérkőzést, hogy hát ilyen közmegegyezés volt, hogy a magyar kosárlabda történetében hasonló színvonalú döntő addig nem nagyon volt. Ugye ez volt az, ahol Hanga Ádám még pont itthon játszott, Simon Balázs irányított az Albában, és sikerült 2-0-ra elmenni úgy, hogy elvettük a Szolnok pályaelőnyét, és aztán volt egy döbbenetesen drámai fehérvári meccs, a negyedik, aminek a legvégén tényleg egyetlen kosárral, meg egy vitatható játékvezető ítélettel a Szolnok nyert. A sorsfintről, hogy ugyanez a játékvezető most is ott volt, és most is vártuk volna egy sípszót tőle, ami a végén nem következett be, de most nem a ellenünk, hanem a javunkra, vagy ellenünk kellett volna, hogy fújjon az ellenfél javára. De mindegy, nem a bíró múlt, nem ezért mondom. De drámaiságban tényleg ilyen volt. Tehát játszott ez a csapat most 4 meccset, ebből 3 egy labdán múlt, konkrétan 2 ponttal dőlt el. Ilyenkor azért nyilván a szerencsének is szerepe van. De hát azt mondják, hogy a jó csapatnak vagy, a jó csapatnak nem, van nem szerencséje. Nem tudok vitatkozni azon, hogy a Falkó, de ha belegondolok ugyanakkor, és ez már csak az Albáról szól, hogy mondtuk, hogy mennyivel jobb ez a Falkó, és mennyivel egyértelműbb, és óriási dolog lenne, ha megszorítanak, mert ezek annyira fölötte vannak az egész mezőnynek, megint jön az, hogy mit számít egy alapszakasz, hogy ez a Falkó azért játszott 8 meccset eddig a rájátszásban, ugye a Szegedet meg az Albát is 4 meccsen verte, de ebből egyetlen egy meccs volt emlékeim szerint, ahol 10-nél nagyobb különbség volt a javára. A mindegyiknél szoros volt. Szegeden egy szintén ordas röfögő mázlival nyertek egy hosszabbításos meccset, aminek a rendes játék idejének a végén a Szeged légiósa egy óriási hibát elkövetett, belenyúlt egy labdába, ami miatt nem lett érvényes egy kosár, így lett döntetlen, és aztán hosszabbításban nyert a Falkó. Ezt a hosszabbítást most itt Fehérváron hagyjuk is, mert ez ahogy kialakult, meg ami annak a végén történt, az megint egy merő dráma. Tehát nincs azért ez a Falkó annyival följebb, hogy most úgy kell ilyen rájuk tekinteni, mintha ilyen istentelen nagy bravúr lenne elcsípni őket. Szerintem el is fáradtak, talán nem is annyival jobbak azért sok magyar válogatott játékos ide vagy oda, úgyhogy tényleg sajnálhatjuk a sanszot. De ugyanakkor 3-1, tehát végül is azért a 4 meccsből 3-at behúztak, és nem lehet megkérdőjelezni, meg gratulálni kell nekik. Az Albának meg hát bizakodni benne, hogy mondjuk a Vojvoda, Pongó, Lukács, Szabó magyar mag jövőre is játszik itt, így teljesít, és még hozzá sikerül igazolni mondjuk 2, ha nem is extra, de megbízható a jó légióst, akkor ez már egy olyan csapat, amelyik mondjuk egy ilyen Falkót szerintem le tudna győzni. Szerintetek kellett volna egyébként a végén fújni ott, amikor rendes játékidő, mennyi volt hátra, néhány 9 másodpercnél dobták be a labdát. Bedobták a labdát, és Keller elterült, nem véletlenül, szerintem hozzáértek, tehát az egy falt volt. Nem volt a legtökéletesebben kivitelezett falt, de utána jött az a hármas, amivel egyenlítettek. Te hogy látod, Laci? Én azt nem láttam faltnak, viszont Clarkra rá kellett volna ütni még mielőtt neki állt a dobásnak. Tehát 3 ponttal vezettünk, engedtük triplát dobni. Az már nehéz, tehát ráüsz tripla közben, és akkor úgy ítélik meg, hogy de nem volt igazán közel hozzá Fehérvár. Tehát azért ott viszonylag tisztán tudott dobni, nem figyeltünk rá. Ott a Kellerre 2 játékos jutott. Azt nehéz eldönteni kívülről, és ezt szerintem csak azt tudja, aki bent volt. Egyébként Vojvoda Dávid arcát, meg indulatait elnézve a meccs után, ő is elég mérges volt emiatt, hogy mi azt tényleg ki akartuk védekezni, vagy csak nem sikerült faltolni. Mert azt is lehet mondani egyébként, hogy ilyen szituációban odaállsz mindenki mellé, baromi szorosan, aki a 3 pontoson kívül helyezkedik, odaállsz, és azt mondod, hogy van nekik 8 másodpercük, dobják be a labdát, és aztán adja be a centernek, dobjon egy 2 pontos, vég a meccsnek, megnyerjük. Tehát lehetett volna kivédekezni, úgyhogy azt mondod, hogy csak triplát nem kaphatunk. Ehelyett lett egy olyan védekezés, amint arról szólt volna, hogy majd csapdázzuk, oda megyünk, megakadályozzuk, hogy tiszta dobó helyzetet kerítsenek, és hát a végén persze röfögött ez a tripla, ugyanúgy, ahogy viszont a másik oldalon Smith-é is ugye előtte, nem sokkal.
tehát erre nem lehetett számítani, a Falkó se számít, hogy pont Clark onnan be fogja dobni. Elcsúszott a védekezés, de szerintem én azt gondolom, hogy az Alba ezt ki akarta védekezni. És lehet, hogy ez hiba volt, és nem először történik meg egyébként a csapat történelmében, hogy ilyen szituációban nem ütnek oda, amikor két büntetővel még jól le lehetett volna húzogatni ide-oda a büntetőzést, de maradt volna az előny. Én két dologban látom, hogy miért nem vagyunk finalisták. Egyik az, hogy olyan meccseket elvesztettünk 26 pontról félidei vezetésnél Pécset, az ellen a Pécsen, aki aztán nem is nyert meccset. Kikaptunk Debrecenbe kétszer, aztán volt az itthoni Paks, Kaposváron kikaptunk 30 ponttal. Tehát ezek a meccsek hiányoztak. 25-tel az nagyon sok. Nagyon hiányoztak ezek a meccsek a végén. Illetőleg én úgy gondolom, hogy egy picivel kellett volna egy légiósnak jobbnak lennie. Tehát volt olyan meccs, a Shahid Davis az utolsó nagyszerűen játszott, de volt előttem ebbe a párharcban olyan meccsük, hogy 0 pontot dobtak pont Lenzel Smith-szel, és az viszont nem fér bele. Mint ahogy a Falkónak is jobb légiósai is szoktak lenni, ez a Hawkins, nem is értem, hogy egy ilyen szintű csapatban ő játszik, mert ahogy a Clark ezt a pluszt hozzá tudta tenni, hogy a Kecskemétenek Xavier Pollard mindig hozzáteszi, nálunk is a 4 vendégművészből volt 2 mindig jól játszott, esetleg a harmadik, de egy mindig volt Betli. Tehát 0 pontos külföldivel ilyen szintű meccseket már nem lehet megnyerni. Hát sőt, bocsánat, volt olyan itt a Falkó Alba párharcban, hogy a végjátékig igazából csak a magyar játékosok, magyar válogatott játékosok dobtak 10 fölött mindkét oldalon, ugye ez volt azt hiszem ez nyilván nem véletlen. Aztán az első meccs. Ez az a két csapat, amelyik, hát, hogyha összeadjuk a keretét, akkor majdnem egy teljes meccskeretnyi magyar válogatott játékosa van. Ugye nálunk Vojvoda Dávid, Pongó Marci, Szabó Zsolt, Lukács Norbi stabilan válogatottak már, hát a Falkot meg ne is soroljunk, ott van 5 vagy 6. Ez gyakorlatilag egy magyar válogatottnyi meccskeret. Nagyon sokszor beszéltünk már a magyar sportnak arról a jellegzetességéről, főleg itt a TAO korszak óta, hogy a magyar játékosok legalább annyiba kerülnek, mint egy közepes légiós, de inkább most már jobb légiós. Tehát nyilván ez a két csapat úgy gondolom, hogy költségvetésileg is arra szavazott, hogy itt erős magyar játékos keretből hoz össze valamit, amihez az tartozik, hogy mivel azért nem végtelenek a lehetőségek, nyilván légiósból meg gyengébb jön. A Falkónak van kifejezetten gyenge légiósa, nekünk meg van olyan, aki adott meccsen tényleg, hogy Laci is mondja, 0 pontot dob, miközben lehet, ha 3-at dobnak, akkor megnyernénk azt a meccset. Hát ez így van, ezért mondom, hogy abban kell bízni, hogy ugye nálunk is a 3 magyarnak van szerződése, Norbiról hallani ezt-azt, de szeretnék megtartani a vezetők, hogy ha ez lesz az út továbbra is, akkor legyenek meg ezek a jó magyarok, ha meg nem, akkor meg nyilván hozni kell olyan légióst, mondtad Polárt a Kecskemétbe, de tényleg a Nyíregyháza 5, majd hogy nem extra, de 3 extra légióssal. A Pécs, amikor úgy ment minket mínusz 26-ról, hogy a második fél időben nem kellett ugye 21 éves játékos játszatnia, és akkor aztán a légiósai megfordították a meccset. Tehát megint meg lehetett figyelni, voltak azok a csapatok, amelyek arra költötték a büdzsét, hogy hozzanak extra légióst, de kevesebb magyarral, meg gyengébb fiatalokkal nem volt esélyük odaérni. Az Albának meg a Falkónak ez bejött, kíváncsian várom a döntőt, mert alapvetően szerintem mindenki azt gondolja, hogy a Falkó sokkal erősebb a körmennél, de mondom, elnézve az ő fizikai állapotukat, meg ahogy itt a Szeged és az Alba ellen is helyenként szenvedtek, még az is lehet, hogy ez egy izgalmas döntő lesz. Ezért körmen se söpörte le a Kecskemétet. Nem, a körmen az egész szezon alapján például nem jobb az Albánál, szerintem, ez biztos. Rosszabb. Szerintem gyengébb csapat. Na, és a Kecskemét, és akkor már beszéljük, hogy a holnap kezdődő és szerdán induló... Szilárd megmondta, bronz is szépen csillog. Bronz is szépen csillog. Mert te már megelőlegezted, azért nem is kérdezed. Csak abból indulunk ki, hogy a főcsoport az alapszakaszban a Kecskemétnek 13 győzelem, 13 vereség, nekünk 15-11, akkor nyakunkban bronz. Csak nyertek itt. Statisztika. Meg arról nem beszélve, hogy őnek itt már van idén minek örülni. Tehát, nekünk is kell egyébként. Hogy a Kecskemét ugye fociban folytott az első osztályban. Így van, ennek is örülhetnek, tehát a magyar labdarúgás is húzhatja föl a kecskeméti kosárlabda sportot. De egyébként érdekes lesz igen azt megfigyelni, hogy most ugye minek nevezzük fiaskó után mennyire tudja újra feltüzelni a csapatot majd Szolnál. Tehát nyilván ő egy győztes típusú edzője, legalábbis azt látom, és a srácok is szeretnének valamit gyerni, de azért a bronzérem mégsem az aranyér folyó küzdelem. Az egy kulcskérdés, amit mondasz, Szilárd, annál is inkább, mert ha a két csapatot megnézzük, akkor is a Kecskemét az, amelynek ez egy klubtörténeti siker lenne,
hiszen ők azért ritkán járnak ilyen magasságba, bár annak idején még Univer korszakban nyertek magyar kupát, és azért voltak, voltak döntőben, igen. De egy olyan csapatként, amely nyolcadikként épp hogy bekúszott a rájátszásba, és tényleg jelenlegi státuszát tekintve el van inkább egy ilyen kis küzdős középcsapatnak könyvelve, szerintem óriási motivációjuk lesz, az edzőjükről nem beszélve. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban Forrai Gábor annál nagyobb elégtételt, mint hogy az Alba elől vigyen el egy bajnoki érmet, ha már így alakult, hogy a bronzmeccsen találkoztak, nem nagyon tud elképzelni. Részben fehérváriként, részben pedig hát ugye tavaly az Alba edzőjeként. Itt meg így ez, tényleg ez a kérdés, hogy, hogy a Fehérvárt motivációs szinten hogy sikerül majd felhozni. A Kecskemét ellen egyébként minden esetben rettenetesen nehéz játszani. Egy végtelenül szervezet, ugyanazt a sémát, most már ezer éve játszó, hihetetlenül rutinos csapat. Úgyhogy azért nem lesz ez egy könnyű feladat. Érdekes egyébként, mert a kupa bronz meccsen 30-al kikaptunk, az nagyon sima volt. Itt azt mondták akkor a vezetők, hogy hát már nem érdekelt senkit. Ez kell, hogy érdekeljen. Érdekes lesz meccs olyan tekintetben, hogy a másik állgi párharcnál is azt éreztem, mint nálunk, hogy ott vagyunk a Falkon, de egy picivel mindig előttünk járnak. Ez hasonló volt, az 3-2-vel dőlt el, ott is azt éreztem, hogy, hogy rajtuk van a Kecskemét, de azzal a picivel mindig előttük járt valahol a körment. És érdekes dolog, Forrai Gáborra beszéltem a meccs után, a vesztes meccs után, és azt mondtam neki, hogy itt a centere múlt, mert Kemal Karahodzsit nagyon sokszor segített nekik, de most a Gordonnal szemben ott a centerbe nyertek egyértelműen, néztem a lepattanó arányt is. Tehát az a pici, mint ahogy mondtam is, hogyha nekünk is, hogy az egyik légiós egy picivel nem nulla pontos, hanem 5-7-10, akkor biztosan mi döntősök vagyunk. Csak ott az Albának nincs ilyen centere. Egyébként nyilván akar, ahogy is rettenetesen rutinos, de azért már egy 30 pluszos, kicsit már azért szenvedve mozgó játékos. Gordon egyszerűen leatletizálta, hát kapott egy igazi izom centert. Ez nincs az Albánál, úgyhogy azért mondom, hogy nem lesz ez egyszerű. És mióta nincs az Albának igazán jó centere, ugye? Tehát azért, kire emlékeztek utoljára igazán jó centere? Keller Ákos. Lóránt Péterre, aki aztán már a pályafutása vége felé szinte inkább kifelé inkább, mozgott, és a jó kezét használta. Inkább négyes volt már a vége felé. Meroni. Hát voltak jók azért itt a Scott Morrison. A legutolsó bajnok csapatunkban, hogy hívták a nagy Rasta? Jó, csak hát... Nem Jones, hanem valami F betűs volt, csak az a baj, most már hülyülök, de tehát volt de, a... De csak Jones volt 17-ben, vele nyertünk. Gerard Jones? Igen. J.J., aki utána ment Paksra. Gerard Jones egyel előtte bajnok csapat volt, Farnak hívták, most jut eszembe. James Farr. A Jones volt 13-ban. Csak hát ez az, hogy azért mondom, tehát most akkor 16-ig visszamentünk, most 2022 van, miért nincs az Albának az elmúlt 6 évben igazán jó centere. Vagy olyan a játék, hogy nem igényli. Vagy olyan az edző. Tehát, hogy... Nekem ezzel a srácaléka nem volt bajom, aki itt a szezont itt kezdte, és aztán mégiscsak elengedték. Mondták, hogy hát Szolnárnak nem felelt meg. Védekezéshez kicsit azért nem tudott annyira hozzászagolni, de jó keze volt, lehetett kívül belül használni. Nem tudom. Ugyanakkor mondjuk Fakuade például ezen az utolsó meccsen az egyik legjobbja volt a csapatnak, tehát őben azért van potenciál. Nagyon kíváncsi leszek tényleg. Wittmann Krisztián már sosem mondjuk, hogy visszavonul, mert valószínűleg 50 évesen is játszani fog, de mégiscsak karrierje vége felé ugye egy nagyon szép eredmény lenne neki. Ott van Forrai, mondom, aki szerintem extra motivált, tehát azért itt egy rendesen felpörgő Kecskemét. Csak lesz, csak hogy ezen az oldalon meg nekünk van egy német edzőnk, a németek meg általában ezzel nem szoktak foglalkozni. Ők nem is kell, persze. Apróságokon múlnak dolgok, hiszen Béli Stili kezdett 15 pontos átlaggal, csak az edző úgy ítélte meg, hogy nem védekezik elég jól, neki más típusú játékosra van szüksége. Ez a Gordon, aki végül is kvázi bevitte a döntőbe a körmendet, tavaly jó volt a második opció, és aztán Esa Ahmedet választotta a klub, és amikor kiderült, hogy Esa Ahmednek nem jól térde, akkor felmerült a csere, de aztán végül is úgy döntöttek, hogy alkalmas lesz a térde a végjátékra is, és nem volt azt. Ő is egy jó center volt szerintem, első éves európai. Ő rossz térdel érkezett, és mindig feljavították úgy, hogy játszott 3-at jól, 5-öt kihagyott, 2 gyengén, és aztán pont abba a spirálba kerültünk bele, hogy a rájátszásban nem lehetett használni. Tehát a 2-0-es Debrecen elleni vezetésig tökéletesen játszott, 18 pontos átlag, majd utána közölte, hogy a karrierje múlik rajta, és ő nem vetkőzik. És hát ilyenkor is van az, hogy játékos már nem tudsz cserélni, bízol abba, hogy az orvosok olyan állapotba hozzák, de hát nem sikerült. Hát ez a kérdés ilyenkor, hogy egy jó center rossz térdel, vagy rossz center jó térdel? Jó, hát holnap kezdődik, meglátjuk. Én még egy dolog nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy a fehérvári közönség mennyire
érdeklődik majd. Mert hogy én emlékszem még olyanra, pont azt hiszem, talán 12-ben játszottunk bronzmeccset, hogy a Csilláron is lógtak egy bronzmeccs alkalmával, tehát hogy én bementem, és radiátoron álltam. Voltak csapatok, amiknek olyan kultusza volt. Most ez igen. Szerintetek? Tehát, hogy lesz néző? Meleg lesz? Nem tudom, ugye Bláne, Dzsunis, Branislav mindkét fehérvári korszaka 3 évig tartott, és mind a kétszer minden éremből szerzett egyet. Tehát aranyt is, ezüstöt is, bronzot is egyet-egyet, ami tényleg elképesztő, és az ő csapatait általában nagyon szerette a közönség, és ott valóban egy bronzérem is lázba tudta hozni adott esetben az embereket. Én meg emlékszem egyébként a legelső, tehát mikor volt a legelső Albacon bronzérem? Hát 98-ban. Nem, 98-ban már nyertük a bajnokságot. 7, nem? 96-ban. Mert a 96-ban Rashid Abeljanov edzősége alatt, még a réges-régi csarnokban, aminek csak egy fal volt ugye közönségileg, sőt, még az is csak ilyen mobil lelátós, és ott az egy óriási dolog volt, mert akkor volt az, hogy már Trusin, Szizovék már itt játszottak, az Albacon kezdett komolyan vett csapattá érni, de nem volt érem, és az Zalaegerszeget vertük meg egy ilyen 2 győzelemig tartó párharcban, és még máig előttem van, hogy Abeljanov, aki nem volt egy ilyen extravagánsan szélsőséges, érzelmes ember, így locsolja a pesgőt, mert ő is annyira felszabadult, és rájött egy szezon, ami nem sikerült jól, utána viszont jött 3 bajnoki cím már Farkassanyival, és az Albának egyébként sok bronzérme van azóta is. Nem tudom, kíváncsi leszek, hát szezon már nincs, más már nem nagyon tudnak nézni a nézők. Szerintem ez a Falkó meccs egy kicsit talán megint közelebb hozta a csapathoz a szurkolókat, tényleg jó hangulat volt itt az elődöntőben. Majd reméljük, hogy a bronzmeccs is azért lázba hozza szurkolókat. 18-ban volt az Unics utolsó teljes évében bronzérem, a Körmendel, az sima 2 20 pontos meccs volt, és azóta valóban én úgy gondolom, hogy nagyon tudnak majd az emberek örülni ennek a bronznak, főleg úgy, hogy azért a bajnoki cím után lett egy bronz, egy 11. hely, egy bajnokság, amit be nem fejeztünk 6. helyről, és lett egy 5. hely. Tehát ez a bronz, főleg úgy, hogy a Magyar Kupában sem lett meg a bronz, én úgy gondolom, hogy nem lesz teltház, de szerintem sokan lesznek. Tehát 2400-as fullház volt 3 nappal ezelőtt, én úgy gondolom, ilyen 1800-1900 ember azért csak jön a csarnokban. Legyen úgy, és akkor váltunk egy olyan sportágra, ahol az átkapu ellenére is rengeteg néző volt kinn az elmúlt 2 hazai mérkőzésen, meg Cezénában is, magyar labdarúgó válogatott, ti gondoltátok volna egy előzetesen, hogy tényleg ez a besorsoltak minket, nyilván tudtuk, hogy ebben a Nemzetek Ligája alcsoportban nincs nem lesz könnyű ellenfél, de egy ilyen halálcsoportban, ami nálunk jóval nehezebb, vagy jóval erősebbnek számít, vagy erősebb ellenfeleknek is komoly gondot okozott volna, ugye Anglia, Németország, Olaszország, és hogy úgy állunk 3 meccs után, hogy 1 győzelem, 1 döntetlen, 0-gólkülönbség, 4 pont, legyőztük az angolokat, tényleg itt a németek ellen jó focit játszottunk, olaszok ellen 2. félidő szintén rendben volt, tehát hogy és ugye ma majd jön a 4. mérkőzés a szünet előtt, ugye Angliában, Wolverhamptonban, ezért ez elég komoly, még akkor is, hogyha idézőjelben csak a Nemzetek Ligája, de ezek nagyon komoly ellenfelek. Szerintem nekünk nem csak idézőjelben a Nemzetek Ligája, lehet, hogy a többi csapat egy kicsit fáradtabb, a többi csapat már úgy veszi, hogy ez nekik számukra a felkészülés ugye a világbajnokságra. Mivel mi nem indulunk, nekünk az nem olaszok az. Olaszok biztos nem úgy veszik. Az olaszok nem úgy veszik, így van. Harry Kane szavait idéztem majdnem, köszönöm, hogy kijavítottál. Az olaszok nyilván nem úgy veszik. Hát Harry Kane szerint Olaszország esélyes. Igen. Hát szerintem az Olaszország nem esélyes, mi sem vagyunk esélyesek, itt viszont esélyesek vagyunk Olaszországgal együtt is. És lehet, hogy egy picit ebből is látszik az, hogy Németország meg Anglia talán nem veszi annyira komolyan, mint az olaszok és mi a dolgot, de most már meg lehet azt is kérdezni, hogy ez a csoport miért halál csoport, és nem azt mondják, hogy azért, mert benn van Anglia, Olaszország meg Németország, hanem mert benn van Magyarország és a többiek is. Ugye, majd reméljük, hogy 3 mérkőzés múlva is ezt mondhatjuk, de a ma esti után mindenképpen. Ugye, amin veled Kajzi nevetgéltünk, hogy a trollfozisok már kiposztolták, az Angol Labdarúgó Szövetség kirakta, hogy hát akkor ma este megint csak Anglia, Magyarország,
És akkor volt ott egy komment, hogy már megint a magyarok, nem volt elég egyszer. Ugye most már ezt félig viccesen írják ők is, mert igenis most már magyarokkal számolni kell, és ők is számolnak velünk, nem hiába ugye a vereség után. Nem az igazi, az angol futball egy jó Manchester United nélkül. Nem fiúk, semmi, de még gondoljátok ki. Kihagytam, hogy a Manchester United erősségét is mutatja, hogy legerősebb játékosunk egykeként képviseli a Manchester United-et Harry Maguire személyében, a védelemben. Oszlopostak még mindig, ennyire vagyunk jók most, hogy mi is ki tudunk állni oda egy emberrel azért a nemzeti válogatott. Nagyon érdekes koholmány ez a Nemzetek Ligája. Én azt veszem észre, így olvasva a reakciókat, meg látva a néhány meccset, hogy tényleg a nyilván egyrészt a nagyon-nagyon-nagyon hosszú szezon utáni játékosokból álló válogatottak, meg azok, akik majd ráadásul most idén évvégén egy világbajnokságot is kell, hogy kellően komolyan vegyenek. Nyilván nem azt mondom, hogy a hátuk közepére nem kívánják, de nem kezelik úgy, mint egy bármi más sorozattal egyenértékűt. Hát itt nagyon másra nem lehet összehasonlítani, tehát két dologgal, ugye a selejtezőkkel, amik nyilván nagyon-nagyon fontosak, fontosabbak, főleg egy A-ligás csapat esetében, vagy a barátságos meccsek. Na, és a barátságos meccseknél szerintem még mindig sokkal nekünk jobb. Igen, és egyébként nem is akarom relativizálni, és ugye pont Kevin De Bruyne nyilatkozott valami ilyesmit, hogy ezek ilyen felcizomázott barátságos meccsek, vagy ilyen áltétre menő barátságos mérkőzések. Nyilván egy belga válogatottnak, vagy neki személy szerint nem is jelent túl sokat az, hogy most a Nemzetek Ligájában milyen eredményt ér el. De ezzel együtt mondjuk megnyerni, ahogy az először a portugáloknak, majd a franciáknak sikerült, akik most meg ugye égnek a csoportjukban, és már biztos nem fogják megismételni ezt, ráadásul regnáló világbajnokként. Szóval valamilyen szinten illik komolyan venni nekünk, tök mindegy egyébként, nem kell azzal foglalkozni, hogy a többi csapat mit gondol róla. A magyar válogatottnak minden ilyen mérkőzés nyilván egy előrelépési lehetőség, hiszen azért még mindig nem tartunk ott, bár tényleg most már jó klubokban játszanak, meg jó bajnokságokban is vannak játékosaink, hogy szokva legyenek sorozatban ilyen válogatott szintű ellenfelekhez. És hát szerintem most nekünk azt kell nézni, hogy majd a következő selejtező sorozat, amiben mellesleg a Nemzetek Ligájának azért van jelentősége, hiszen innen gyakorlatilag majd, hogy nem, most nem akarok a rendszerbe belemenni, csak olvastam, hogy egy EB selejtező playoff szinte már biztos, tök mindegy, hol végzel egy Nemzetek Ligája első divíziójában. Szóval, hogy ezeken kell edződni. És látunk előrelépést, mondom, főleg a labdás játékban. Tehát azért egy EB, amit végig őrjöngtünk, hogy mekkora bravúr, az arról szólt, hogy védekeztük, zártuk le a területeket, zseniálisan, önfeláldozóan óvtuk a kapunkat, és aztán meglódoltunk, hogy hát ha. Ez ugye a németek ellen csodálatosan sikerült, hiszen ott majdnem nyertünk is idegenben. Most viszont nyertünk Anglia ellen, tehát hogy van már játéka ennek a csapatnak előre is, ami igazolja Rossit, akit sokan azzal kritizáltak, hogy hát ő neki arról azért nagyon nincs koncepciója, hogy mit kezdjen a labdával a válogatott. Nem tudta, hogy tulajdonképpen Fiola a magyar Messi. Tehát azért az a csel, ezt az a csel. Messi is. Ezt én sem tudtam eddig. Nemzetek Ligának van jelentősége, ugyanis vezet út onnan a kontinens viadalra. VB-re nem, de EB-re ki lehet jutni. És én úgy gondolom, hogy ezek a meccsek mindenképpen hasznosak, hiszen a VB-n nyilván pótselejtezőn nem tudtunk volna kijutni, de én azt hiszem, ha az a csapat a két albánok elleni nagyon sima vereség során játszott volna úgy, mint bármelyik világnagyság ellen most, akkor azt hiszem, hogy mi selejtezőztünk volna a VB-re, de ott a 13-ba bejutni az irreális, az EB-re a 24-be pótselejtezővel döntően ki fogunk tudni menni szerintem a folytatásban is, mert annyira azért van jó ez a magyar futball, legalábbis most hajlamos vagyok azt hinni ezek után, a meccsek után. Az angolok ellen kimondottan jól játszottunk, az olaszok ellen is benne volt az X, az más kérdés, hogy azért a látható volt a labdabirtoklásban, meg a helyzet kialakításban az egy jobb csapat, és a németek ellen is szerintem végtelen tisztességesen futballoztunk. Meg a Cezinában ritkán nyer válogatott. Igen, ahogy Pakson sem, sokszor. Ugye, Pakson sem nyertek, még a németek soha. Igen. És akkor ma Wolverhamptonban mire? 3-6. Hát legyen úgy. Milyen lenne innentől mondani kell a londoni, hozzá kell a londoni 3-6, hát mert most már van egy Wolverhampton. Azóta várunk ugye az újabb idegenbeli sikerre. Hát 6-3 nem lesz azért. Nem tudom, hogy az angolok... Nem fogadod meg, Zoli, egy ezressel? Nem. Holnap, ha bejön, akkor... Hát az angolok milyen csapattal fognak felállni, meg
hogy az újság nem írta meg? Akarnak majd, de majd a holnapi megírja. Hát a mai is megírt valamit. Ugyanezt várom, tehát hogy itt azért most már a magyar csapatnak is fog szerintem a fáradtság látszódni. Ugye mondta Rossi, hogy hát sajnos nálunk mi nem tudunk úgy rotálni, ahogy az ellenfelek adott esetben. Oké, hogy a Manchester Unitedon nem fér be senki, de vannak azért komoly angol klubok is. Hát ezért nem tudom, hogy ott van lehetőség változtatni. Rosszira kere sokkal kevesebb lehetősége van, és hát szerintem ezek a meccsek, a négy egymás után utazásokkal köztem most már azért... Lehet, mint egy mini EB egyébként ilyen. Nekünk egyébként olyan, tehát, hogy tavaly is kettőt játszottunk itthon, két hasonló ellenféllel. Itt valószínűleg a koncentrálást, a mentális figyelmet fenntartani az lesz a legnehezebb, mert tényleg tudomásul venni, most megint egy olyan meccs lesz, hogy zömében az ellenfélnél lesz a labda, oda kell figyelni, nem hibázhatsz, de már mögötted van három meccsel, ugyanezt meg kellett tenni a fizikai fáradtsággal együtt, úgyhogy ez nem lesz egy egyszerű feladat, de hát ha majd most valaki villan, aki eddig nem. Hát például Ádám Martin villanhat, ugye, akire azt mondta Rossz, és ez nagyon érdekes volt szerintem, amit nyilatkozott, hogy igen, jól játszott, viszont azért nem kezd esetleg, ő legalábbis a szavébélen azt vettem ki, mert tőle kéne megkérdezni azt, hogy ezen a szinten milyen hosszan bírna játszani. Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy egy egész meccset még nem bírna ki a legmagasabb szinten, de azokat a helyzeteket azért a tök fejével is most pozitívan, azért egyet most ezen az esti meccsen csak be kéne fejelni, hogyha megint lehetőség. A legendás a rosszul fejelő angol bekkek. Ki a középső védő? Várja azon. Én is mindig elfelejtem a nevét. A csapat nevét mondja. Elváltsátok, szegény Maguire. Tomi Adams. Az igazság az, hogy az angol futballt roppant túlértékeltnek gondolom, azért, mert elképesztő pénz van a bajnokságban, a tévét közvetítési jogokból olyan mértékű összegek folynak be az egyesületekhez, és tényleg világsztárok tömkeregét tudják megvenni, de a válogatottjukat soha nem éreztem igazán jónak. Mindig egy picin elbuktak már útközben VB-n, EB-n. Mostani EB-n is én nem gondolom, hogy ők döntöztek volna, hogyha 6 meccset nem játszanak otthon. Tehát óriási előnyben voltak, hogy egyszer kellett elmenniük Rómába, és azért otthon meneteltek. Az angol-német meccs is, én a németekben éreztem azt a lehetőségrendszert. Thomas Müller óriási lehetőséget hagyott ki a döntetlenhez 10 perccel a vége előtt. És nagyon szurkoltam az olaszoknak. Tehát ha most végig gondolom játékerőben a németet, az olaszt is jobbnak gondolom. Nem véletlenül vertük meg őket itthon. Normális esetben egy angol-magyar 2-0 oda, de picivel jobbnak érzem most magunkat. Én egyáltalán nem tartok kizártnak egy döntetlent. Hát tavaly is ugye a VB-selejtezők végső stádiumában játszottunk, ugye a Wembley-ben egy döntetlen. Egyébként azért szerintem az angol válogatott az egy kifejezetten jó angol válogatott, sőt én megmerem kockáztatni, hogy az elmúlt 20x néhány év legjobb angol válogatottja, mert azért az elmúlt 20x néhány évben nem voltak ilyen formátumú játékosaik, mint akárcsak mondjuk Grealish, Harry Kane, Mount, Maguire. Aki... Lehet, hogy tényleg kivették a fékeket a csapatból. Akit egyébként, tehát azért a válogatottban nem ő szokott hibázni. Nagyon-nagyon jó játékosok vannak, és amikor azt mondja, hogy a világ legjobb játékosait veszik meg az angol bajnokságban, ezek a játékosok, az angolok, ezekben a világ legjobb csapataiban és játékosai között stabilan ott vannak. Tehát akár Walkert nézzük, egy olyan védő, amiről minden edző álmodik, de tényleg ott van... A Grill is, aki néha még a City-ben, meg a válogatottban is cserekként lép pályára, de azonnal ad egy új szint, de akár Sterlinget. Tehát, hogy tényleg vannak azért szerintem extra klasszisaik. Az más kérdés, hogy mondom most ebben a pillanatnyi állapotukban csapatként, meg hogy mennyire felforgatottan játszanak majd. A Wembley-ben a döntetlen tényleg az is egy olyan szituációban született, amikor igazából nekik se számított már, nekünk nyilván nagy eredmény volt, kicsit lehet, hogy ez a mostani is hasonló lesz. Ami szerintem egyébként nekik nincsen jelen pillanatban, az igazán nagy formátumú, nagy tudású edzőjük. Hát hogy az, hogy Gareth Southgate az angol válogatott szövetségi kapitánya, hát így... Szerintem valahogy kerestek, és irám, bakker a Southgate szabad, és akkor legyen akkor ő, mert... Nem, hát az utánpótlás válogatottal ugye volt jó, és azt mondják, hogy neki van egy plafon, amit elér, most lehet, hogy már ott van egyébként az angol válogatottal, és lehet, hogy tényleg egy markánsabb nagy edző egyéniség kellene, de hát tudjuk, hogy a nemzeti válogatottak nagy traumája, hogy mindenhol a világon a klubfutballban mennek el a legjobb edzők.
Talán én azt gondolom, hogy a spanyoloknak van most olyan edzője, ugye Luis Enrique személyében, aki klubszinten is már bizonyított, és vannak olyan nagy ikonok, akik meg alig várják, hogy leülhessenek egy válogatott kis padjára. Házi Flick és Marco Rossi. Marco Rossi, igen. Aki... Tehát ő azért bajnok volt a Honvéddal. Igen, igen. Ezt Southgate nem mutatja el magáról. Lásd még győzelem Pakson, igen. Jó, meg... van még azért időnk, és nem menjünk el szó nélkül amellett, ugye, hogy a múlt hét pénteki napja az tulajdonképpen egy picit így Fehérváron ilyen a szurkolók szemében mindenféleképpen gyászosra sikeredett. És nem azért, mert Mihály Boris marad a MOL-Fehérvár vezetőedzője. Ez majd kiderül, hogy egyébként ebben a tekintetben ez a péntek ilyen szomorú volt-e. De az, hogy Nikolić nem anyja, nem. Illetve nem anyja, Nikolić nem lesz a továbbiakban, vagy nem látjuk többet legalábbis a felnőtt csapat mezébe játszani. Lehet, hogy majd öreg fiúba visszajön. Ti mit szóltok egyébként ehhez? Laci, neked azért ebben a tekintetben általában markáns véleményed szokott lenni. Te szerinted Nikolićban volt még annyi, hogy igazán hasznára tudjon lenni ennek a csapatnak? Igen, csak ő azt az állapotot bizonyosan nem fogadja el, hogy bejön a 65 vagy a 70. percben, mert a sportember tulajdonsága ilyen, hogy ő meggyőződés, hogy neki kezdenie kell, és kéri azt a bizalmat. És ilyen szempontból nehéz a csatártársaknak a sorsa, mondjuk egy Kenan Kodrónak, különösen egy Zivzivadzének, aki Újpesten bizonyította, hogy igenis NB1-es futbolista, sőt, nemzetközi szinten is használható, hiszen elképzelhetetlenül nagy gólokat lőtt, gyönyörű gólokat. Később kiderült, hogy ott Újpesten megkapta a bizalmat. Tehát ha lő gólt, ha nem, biztos, hogy játszik, biztos, hogy fennmarad a pályán a meccs végéig, és őnek ez egy elképesztő pluszt adott. Fehérváron nehéz, tehát ide jön akár egy magyar csatár, akár egy külföldi, és látja, hogy egy Nikolić, aki legenda, válogatottban játszott világversenyen, mindenütt gólkirály volt, ül a padon, és láthatóan vár a bevetése. Szurkolók mögötte vannak, hiszen emlékeznek a góljairól, az edző is nem tart tőle, de látja, hogy nyilván szeretne pályára lépni. Ez megnehezíti a helyzetet, és ha az a 6-8 évvel ezelőtti Nikóra biztos, hogy szükség van, itt majd a következő szezon fogja igazolni. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül rossz döntés született azzal, hogy mert nyilvánvalóan nem tudjuk a részleteket, én úgy gondolom, a klub nem akart vele hosszabbítani. Tehát nem hát tudom, ugye, hogy zuhany... ő ne akart volna maradni. Ez kiderül... zuhanyhíradó szerint a Torony magas a legjobban fizetett játékos volt, és azért bármely klubban luxus az, hogy a legjobban fizetett játékosodat arra tartott, hogy 25 percre álljon be. Tehát azt gondolom, hogy ez még egy Paris Saint-Germain sem presztízsből nem engedheti meg az öltözői egyensúlyba, hogy esetleg majd a Messit arra tartsa, hogy csereként beálljon 20 percre. Azt nem tudom elképzelni, hogy Budu Zivzivadze nem mondta azt, amikor folytatódott a tárgyalás a visszatéréséről, hogy ő szeretne bizalmat kapni végre, és lehet, hogy a klubvezetés hozott egy döntést, hogy vagy Budu, vagy Nikó. És most a 8 éve fiatalabb Zivzivadzire esett a választásuk. Ezt igenis elképzelhetőnek tartom, anélkül, hogy ismerném a Nikolić jövedelmi viszonyait, de az biztos, hogy Zivzivadze bizonyított Újpesten, és az Újpest szerette volna megvásárolni érthető módon, és volt egy szóbeli megegyezés, de Vidi abszolút jogosan azt mondja, hogy nem fogok egy közvetlen riválist erősíteni, mert a tavasszal az Újpest közvetlen riválissá vált. Itt szerintem az a döntés született, hogy Kodrónak élőszerződése van, ő szeretne még egy nagyon jó évet magának, mert egy jó éve volt, és visszamenni a spanyol ligába teljesen nyilvánvaló, és ki legyen a másik csatár mellette, és én úgy gondolom, hogy Zivzivadze mellett döntöttek. Hát ugye nem tudjuk pontosan, hogy történt ez a dolog, de belsős információk szerint állítólag tényleg nem tudta Nikó, hogy el akarják küldeni. Ez számára is akkor derült ki, amikor felhívták az irodába. Nem küldték, engedték. Engedték, bocsánat. Engedték. Tehát az, hogy nincs szükség tudod, rá. Tudod, eset vagy ugrott az üvegtégrésből, engedték. Nincs szükség rá, így van. Én azt gondolom, hogy Nikóra, mint legendára, a Vidi csapatának továbbra is szüksége lehetett volna. Nikónak a mostani formája mit engedett volna meg, tehát az, hogy tényleg csereként lehetett volna hasznos tagja a csapatnak talán, de ezt esetleg sem ő nem írta volna alá, sem ugye az előre gondolkodó klubvezetés nem írta volna alá, ezt se tudjuk, de én azt hiszem, hogy tehát egy Vidinek szüksége van egy olyan játékosra, mint a Nikó, legyen legenda státuszban, vagy ne legyen legenda státuszban, de tényleg, amikor én dolgoztam, én is azt láttam, hogy a Vidi valamennyire most róla szól, tehát olyan típusú emberről, játékosról, mint amilyen ő még mindig, és ennek alapján talán még szükség lehetett volna rá bizonyos feltételek mellett. De lehet, hogy pont ezért, mert róla szól, nem
döntöttek úgy, hogy Laci is mondja, hogy nem ő kapja. Nem fogjuk ezeket a dolgokat megtudni. Nyilván a szurkolói reakció, látjuk, hogy mit ilyen transzparenst feszítettek ki a szurkolók a stadionnál, az abszolút érzelmi, meg lehet érteni. Tényleg egy közönség kedvencről van szó, aki abszolút rászolgált, hogy Fehérváron imádják. Ez a visszavárunk Nikó Molino volt, ugye? Igen, meg előtte valami a vezetőségnek. Tehát, hogy ezt a részét a dolognak teljesen meg lehet érteni. Ha azt feltételezzük, és tételezzük most fölkivételesen, bár hallani azért ezt azt, hogy tényleg Salló István, mint sportigazgató dönt ezekben a kérdésekben, valószínűleg élet egyik legnehezebb döntése lehetett ez. Ő is fehérvári, ő is valamilyen szinten azért a klub egyik ikonja volt játékos korában, és biztos ő is került olyan helyzetbe, amikor azt gondolta, hogy nem úgy viszonyul esetleg hozzá a vezetőség, ahogy ő maga ezt elvárná. Viszont tényleg azt kellett föltenni azt a kérdést, amit Laci mondott szerintem, hogy a jelenlegi formában lévő Nikolić mekkora súly egy olyan csapaton, ahol ő várja, hogy első számú és fő csapára. Sőt, talán el is várja, nem? El is várja, így van. Láttuk ezt a videót, és erről is sokszor beszéltük, hogy a gólrekordja megdöntéséről, hogy milyen beszédeket tart, hogy motivál, hogy tekinti saját magát, és az öltöző is őt vezérnek. Egy ilyen játékos valószínűleg, amikor egyeztetnek, és beszélgettek vele, azt mondja, hogy gyerekek, én első számú csatár vagyok. Tehát én nem fogok leülni a kispadra, 20 perceketre bejönni. Jó, csak hát le kellett ülnie. És erre meg Sallóinak azt kellett mondania, hogy akkor tényleg most mi a fontosabb, és lehet, hogy nem volt közös álláspont, de nem tudhatjuk. Arról nem beszélve, hogy a hírek szerint ez egy 2-3 játékos bérét. Ő megkereste. A hivatalos közleményben az szerepelt, hogy klubunk nem ajánl új szerződést Nikolić Nemanjának. Én biztos vagyok benne, hogy azért ezt egyeztetés előzte meg. Tehát itt nem, ez azt jelenti, hogy nem összegeken vitatkoztak, hanem hogy akkor az a döntés született, hogy első számú csatárnak, amit ő esetleg vindikál magának, már nem fogják megtartani. Ja, és hol lehet Nikó még első számú csatár? Ugye azt mondta, hogy nem tud eltávolodni Fehérvártól. Tudjuk, hogy ő azon kevés vidi labdarúgók közé tartozik, aki, vagy most már tartozott, aki ugye itt is él. A gyerekei itt járnak iskolába, óvodába, itt futballoznak a vidiben, tehát hogy hol lehet ő még, mi az a közelség, vagy mi az a távolság. Zoli hétfőn megdobta viccesen, hogy Paks, mit tudsz, Laci? Én nagyon meglepődnék, ha nem ő nem a Vasashoz szerződne, mégpedig azért, mert a Vasasnak kiadták, hogy magyar játékosok, meg piros biztos, kék, hogy ő tud segíteni. Én hallottam a Győrt is, az más kérdés, hogy én nem gondolnám, hogy oda menne. Priskin Tamás egy jó jégpárost alkotna, amennyiben a Győr úgy gondol, hogy mindenáron fel akar jutni, megvan hozzá a töltény, meg a fedezet is, de nem hiszem, hogy ő MB2-be szeretne, sőt biztosan tudom, hogy nem. Egy Vasas, én úgy gondolom, hogy jó opció lehet. Más fehérvári nevek is elhangzottak a piros-kékek kapcsán. Géresi oda is ment. Igen. Most az a kérdés, azok után Géresit oda vitték, és azért tudjuk Géresiről, hogy ő is, hogyha megkapja a bizalmat, és egészséges, azért nem egy rossz futballista. Igen. Sőt. Hát az a kérdés itt, illetve nem kérdés szerintem, hogy nyilván, ha sokszor céloztál rá, hogy mekkora nagy fizetése volt Nikónak, biztos, hogy ebből akárhova megy, lejjebb kell adnia. Tehát ő nem fog még egyszer olyan szerződést kapni, amilyet akkor kapott, mikor visszatért Kovács Zoltán, visszahozták. Igen, tehát ezt elfelejtheti, és azért gondolom, hogy valószínűleg tudott volna engedni ebből az igényből itt Fehérváron is, nem hiszem, hogy az umult, hogy ugyanazt a pénzt követeli meg magának, inkább az a státuszon, ami a csapaton belül van. Egy érdekes helyzet, mert Lewandowski kapcsán gondolkodtam ezen, hogy furcsák voltak a megnyilatkozásai, illetőleg a menedzserének, Pini Zahavinak, és később derült ki, hogy tulajdonképpen ott mindenki altatott a Manchester City-vel, de a Hollandra az első számú kérő a Bayern München volt. És azt mondta Lewandowski, hogy ő ezzel végig tisztában volt, és nem kapta meg azt a tiszteletet a klubnál is. Ő is 34 éves, Haaland 23, nem nagyon van mit gondolkodni ezen. Itt egy Zivzivadze, Kodró, Nikolić összevetésben valószínűleg itt ezután a szezon után nyilvánvalóan változtatni kell Fehérváron, kell egyfajta megújulás. És lehet, hogy úgy ítélték meg a vezetők, hogy a megújulás első lépcsője az, hogy a Nikonomtól megválok. Ezt én csak gondolom, mert nyilván hír nem jön ki a klubtól, de én úgy gondolom, hogy úgy gondolták, hogy új alapokra helyezik a klub működését, és abban nem biztos, hogy egy olyan szín, olyan formátum és olyan kvalitású játékos, mint a Nikó, mert valóban, tehát sportember, igazi sportember, nagyszerű sportember, és úgy gondolja, hogy még mindig jobb vagyok a riválisaimnál, és miért nem játszom. És az öltözőben ez biztos generál feszültségeket.
Hát azt tegyük hozzá, ez a párhuzam, hogy azért Lewandowski most is olyan szezon zárt, nem csak egy más dimenzió, most is olyan szezon zárt, ami a világ bármelyik bajnokságában csúcs teljesítmény lenne. Nem tehát... hiába kezdette fel a United érdeklődését is papíron, ugye? Mint ahogy olvastuk, hogy a kacsa vagy nem, azt nem nyilván tudjuk. Nyilván ez komolytalan volt. Akárhova ő sem megy. Hollandet is vitték volna, vagy vittük volna, csak eltévesztett a A-számot. Picit gondolkodjuk el egy Ronaldo Lewandowski párhuzam. De figyelj, nem lehet, hogy Nico oda még beférdett? Cserébe jönne a Unitedbe egy utolsó... Tehát a utolsó három perc, amíg lefújják a meccset. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy végül is Nico hol köt ki, mert ez lesz még szerintem a nyár nagy kérdése. Kiköt-e valahol egyáltalán? Ez a másik, hogy találja magának olyan klubot, ami nívóban, színvonalban és anyagiakban megfelele ehhez. De ki akar-e kötni, mert ugye azt nyilatkozta itt az interjúk során, hogy ő nagyon szereti Fehérvárt, és itt is fog maradni. Biztos, hogy játszani fog valahol, nem akar visszavonulni ki. Még. Azt nem mondta el, de azt se zárja ki, hogy akkor meg lehetett volna oldani tök kultúrát. Na, hát az, hogy Nico hol köt ki, meg hol nem, azt meg majd megbeszéljük a következő adásban, amely majd valamikor augusztusban lesz, ugyanis most a kezdőkör elmegy egy picit nyári szünetre, mi köszönjük önöknek az egész első fél éves vagy éves, akárhogy nézzük, megtisztelő figyelmet. Uraim, nektek a jelenlétet, találkozunk akkor egy bő másfél-kettő hónap múlva. Ezt még kitaláljuk, hogy pontosan mikor tudjuk, mikor érdemes újrakezdeni, addig is kövessék a Fehérvári Sportot, mert azért van még mi, természetesen, mert nyilván jönnek majd a szabadtéri események, Gyulai Memoriál, hogy más nem mondjak, vagy Székesfehérvár Veszprém Rally. Most mondhatnám az ötös Európa bajnokságot is, de az majd szeptemberben lesz. Addigra, hogy visszatérünk, úgyhogy valamennyi munkatársam nevében, meg az állandó résztvevők nevében én kellemes nyarat kívánok a Fehérvár Televízió nézőinek. Ismétlésekkel jelentkezünk majd, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.